Jaj, sziasztok! Kelemen Zsófia vagyok, a Budapest Történeti Múzeum ókortörténeti főosztályának régésze, és gyertek, nézzétek meg egy napomat! Egy nagyon pörgős nap vár rám, ugyanis egy kiállítás szervezés kellős közepébe vagyunk, amit majd tavasszal szeretnénk megnyitni, valamint emellett még én vagyok az ügyeletes is, de gyertek, akkor induljunk! Így már mehetünk nyitni? Jó. Jó. És egyébként hogy vagy ma reggel? Ja, jól vagyok, köszönöm. Nagyon szép időnk van, nagyon meleg van. Pántiago biztos még melegebb lehetett a római korban. Ja, olyan kérdésem lenne, hogyha szerinted a kiállításba szeretnék a kiállításhoz kapcsolódó műtárgymásolatot csináltatni Zsigával, az elkészül 2 hónap alatt, vagy most nagyon el van csúszva munkáival? Sziasztok! Zavarok? A kiállításhoz, majd ami majd nyílik most tavasszal, ahhoz esetleg a régi büfében lévő műtárgymásolatok közül egyet-kettőt használhatnék-e? És akkor... Jó, rendben, akkor köszi! Attól függetlenül, hogy a kiállítással kapcsolatos megbeszélni valók miatt rohangálok, a kiállítás tárgyait is rögzítenem kell egy katalógusban. Ez történik most. Itt például egy késő római nagyon szép üvegpoharat látunk. Ő is majd ki fog kerülni a kiállítás egyik tárlójában. De vannak itt különböző nyakláncok, üveggyöngyökkel, aranygyöngyökkel, úgy hasonló nyaklánc, ez csak üveggyöngyökből áll. És ugye ezeket most egyenként megmérem, és az adataikat rögzítem egy táblázatban. Ez annyira nem izgalmas. Mit tudok segíteni? Hát arról lenne szó, hogy szeretnénk megkérni, hogyha van időd és kedved, az április végén nyílő kiállításhoz 2 grafikát el tudnál készíteni? Ó, persze, nagyon örömmel. Na, tök szuper, ezeknek a színes grafikájáról lenne majd szó. Ó, nagyon örömmel. Nagyon szuper lenne egyébként. Jó. És akkor nem tudom, majd küldök mintát, vagy... Ez mi Zsófia fejedben? Bocsánat. Jaj, semmi. Hát én kérek elnézést. Kicsit itt ilyen hűvös van itt az irodában, ha nem baj, akkor felveszem, mert amellett, hogy megvéd mindentől, így nagyon, nagyon jó fejmelegítő is. Sziasztok! De most nézem, hogy elszaladt az idő, nekem még a mai napomban annak aznak is bele kell férnie, hogy felváltva a régészek között a múzeumi ügyelet feladata megoszlik, aminek keretében egyrészt ellenőriznünk kell a múzeum állandó kiállításait és azoknak a tárgyakban lévő tárgyak épségét, valamint a külső helyszíneinket is meg kell látogatni. Na hát ez volt egy nagy napom, nagyon köszönöm, hogy velem tartottatok, és köszönöm a megtisztelő figyelmeteket. Zsófi!
Hiszen rajtad római sisak van. Hát ez nálam mindennapos.